mi sportolók, mi hazafiak és harcosok vagyunk. A himnusz alatt a piros-fehér-zöld zászlót képviseltük, és Magyarországnak nyertük, és a magyaroknak nyertük az érmeket. Azt nem tudom én mondani, hogy hívjatok bajnoknak, hanem azt ki kell érdemelni, azért meg kell dolgozni. Nekem nem a határok fontosak, hanem maga az egész nemzet fontos, és az egész magyarság. A mai világban jó értékrendet mutatni a fiataloknak, az azért nagyon-nagyon nehéz. Hogy kik a hősök? A hivatalos meghatározás szerint a hős olyan valaki, aki egy átlagos személynél lényegesen kiválóbb jellem, vagy rendkívüliek az adottságai, és ezek az adottságok képessé teszik arra, hogy azokat a különleges tetteket véghez tudja vinni, amelyekről híressé válik. Ezek a képességek nem csak testi és fizikai jellegűek, hanem lelki, szellemi erők is. A hős általában megfelel az adott kultúrában jónak és nemesnek tekintett dolgok definíciójának. De hogy kik is a hősök 2020-ban, arról is beszélgetek most két olimpiai bajnokkal, Gyurta Dániellel és Berki Krisztiánnal. Nyilván nem véletlenül nektek szegezem a kérdést, mert azért jelenleg napjainkban leginkább a sportolókat tudják a hősökkel azonosítani. És ahogy mondtam a titulust, hogy olimpiai bajnokok, nem tudom nektek, mikor volt az a pillanat, amikor megéreztétek, hogy ez nem csak bajnok titulus, hanem ti már annál esetleg többek vagytok. Jó volt az egymásra nézés, na most ki kezdje. Én megmondom őszintén, hogy ha már itt én kezdem ezt a dolgot, hogy én 7 éves koromban éreztem először azt, hogy én olimpiai bajnok szeretnék lenni, én most betegen feküdtem otthon, és az atlantai olimpiát néztem, ahol láttam, hogy 200 méter mellúszásban Rózsa Gütler aranyezüst célbérkezést láthattunk a 96-os olimpián, és rám egy olyan hatást generált az egész 2 perc, 11 másodperc, hogy én ott megfogalmaztam magam, és ott döntöttem el igazán, hogy én is ezt szeretném majd átélni. Aztán persze ez nem olyan volt, hogy egyenes út vezetett ahhoz a győzelemhez, hogy végül is nekem is sikerült. Nyilván ez annál sokkal nehezebb, és sokkal komplikáltabb, és sokkal bonyolultabb. De mégis az, hogyha valaki azt tudja mondani, hogy olimpiai bajnok, akkor azt gondolom, hogy az egy olyasfajta visszaigazolása annak, hogy meg tudtad csinálni azt, amiért dolgozott, hiszen tényleg anélkül, hogy valaki nem tűzi ki azt a célt magának, biztos, hogy nem tud sikerülni. Illetve az, hogy az országát és a hazáját tudja képviselni, és szerintem ez a kettőnek a párosítása tudja olyan mértékben kiemelni a sportolók közül az olimpiai bajnokokat, ami azt gondolom, hogy egyértelműen megmutatkozik. De neked akkor mi volt ez, ami 7 évesen megfogott, az, hogy mekkora verseny volt, hogy két magyar, vagy ott otthon hallgattad gyerekként a himnuszt, tehát hogy mi volt neked az a momentum, hogy na, én is ezt akarom? Egyrészt maga az, hogy egy olyan versenyt lehetett látni, ahol a két magyar elképesztő taktikával versenyzett, és aki látta azt a versenyt, az pontosan tudja, hogy ott volt egy nagyon jó orosz versenyző, aki a legesélyesebb volt, de mégis a két magyar elképesztő beosztással, elképesztő okos versenyzéssel tudta maga mögé utasítani az orosz versenyzőt. Illetve ahogy Vitrai Tamás ordibált a tévébe, az szerintem az egy olyasfajta felfoghatatlan, euforikus állapot, ami nekem azt idézte elő tényleg, hogy én is ezt szeretném átélni, és hát persze a himnusz az pedig álommá vált, hogy egyszer majd rajtam keresztül egy ország hallgathassa. Úgyhogy nyilván ez 7 évesen még ez így nem fogalmazott meg bennem, de így az évek alatt, ahogy így folyamatosan évről évre jöttek a versenyek, ez így kialakult. Ha már himnusz, én úgy tudom, hogy nálad pont Csollány Szilveszternek a himnusz hallgatása közben jött azt, hogy na hát, ezt én is szeretném majd átélni. Kicsit már nagyobb korban, mint a Daninek. Igen, ez ugye picit idősebb is vagyok, mint Dani, de és emiatt nekem hát 2000-ben volt ugye a Sydney olimpia, és én akkor 15 éves voltam, amikor így végignézhettem tévén keresztül Csollány Szilveszter gyűrű gyakorlatát, az arany átvételét és a himnuszt,
És addigra is voltak már versenyeim, eredményeim, aranyérmeim is akár, de inkább ugye magyar szinten, és akkor fogalmazódott meg bennem leginkább, hogy ha Szilasnak sikerült, és ez nem lehet degradálva az ő személyiségét és eredményét, akkor nekem miért ne sikerülhetne, hiszen én is ott vagyok a tornateremben napi szinten, de együtt is edzettünk egy csomószor, és hát én is akkor döbbentem rá, hogy tényleg van miért küzdenem, és akkor onnantól kezdve szerintem a mentalitásom nagyon sokat változott, ami szerintem fontos ahhoz, hogy valaki mondjuk bajnok lehessen, mert nem csak az elvégzett munka, amit a tornateremben csinálunk, vagy az edzőterem, vagy az uszodában, hanem az uszodán kívüli, vagy a sporton kívüli életünkben is teljesen ennek kell szentelni mindent. Na most például nálad láttam, Krisztián, amikor a olimpiai bajnok lettél, a Szusza Ferenc stadionban a közönség együtt nézte, és kiírták, hogy legenda lettél, Krisztián. Tehát ezek azért gondolom azok a pillanatok, amikor valahogy tudatosulhat is, hogy innentől azért minden mozdulat, minden mondat, minden gondolat egy olyan felelősséggel járhat, ami hatással van egy egész nemzetre. Pontosan. Hát egy picit így vissza is gondolva, most rázott is a hideg igazából, főleg úgy, hogy mikor hazaértem Londonból, akkor ugye egy Újpest-Fradi meccsen köszöntöttek élőben, és az volt az érdekes az egészben, hogy ugye a labdarúgásban megvan ez a széthúzás, meg lehet, hogy nagyon sok sportágban, de szerintem a mi sportágaink ott teljesen mindegy, hogy te lila vagy, zöld színű vagy, nekünk ez nem számított, és a szurkolókon is azt láttam, hogy a ferencvárosi szurkolótábor ugyanúgy örült, hiszen ahogy a Dani is elmondta, mi a himnusz alatt a piros-fehér-zöld zászlót képviseltük, és Magyarországnak nyertük, és a magyaroknak nyertük az érmeket, nem külön, csak a kluboknak és a színeknek. 15 millió magyart kellett végigvinnem ezen a 200 méteren, és végigéreztem a támogatásukat, végigéreztem a segítségüket, végig azt éreztem, hogy az elmúlt pár napban is, hogy mindenki támogatott, és mindenki sok-sok erőt és kitartást adott nekem, és elhitették nekem azt, hogy sikerülhet. Ez az én teljesítményem egyértelműen, de azt gondolom, hogy még 15 millió emberük ugyanennyire. Jó, mondjuk a Dani azért a olimpián, ahogy kimászott a medencéből, és jött a mixzónába, és nagyon vártuk, hogy mit fog mondani, és elhangzott az a bizonyos 15 millió magyart vittem végig a hátamon. Ott azért majdnem elérte, hogy ő a fél ország Gyurta Dániel, csak mert nem mindenki érezte át annak a mondatnak a jelentőségét. Viszont belőled ott olyan természetesen tört ki, és ha egy kicsit visszatekintünk arra, te ott abban a pillanatban érezted, vagy folyamatosan végig ezt érezted, hogy te tényleg azért a 15 millió magyarért is csinálod? Megmondom őszintén, hogy én azt gondolom, hogy a versenyre fel lehet készülni, és arra nyilván fel is készültünk, de arra, hogy utána mi jön ki az emberből, arra nagyon nehéz előre felkészülni, hiszen nem tudjuk, hogy majd hogy fog sikerülni maga a verseny. Belőlem az olyan természetességgel jött, hogy így gondolom, ez van bennem, és ahogy én akkor is éreztem, most is azt érzem, hogy nekem nem a határok fontosak, hanem maga az egész nemzet fontos, és az egész magyarság, és azt gondolom, hogy sportolóként mi a szívünk fölött viseljük a címert, mi azért dolgozunk, hogy azt a 2,5 percet meg tudjuk hallgatni a dobogó legfelső fokán egy olimpián, és ezáltal a piros-fehér-zöld zászlót és színeket képviseljük, és az egész magyarságot és az egész magyar nemzetet is rajtunk keresztül tudja 15 millió ember hallgatni a himnuszt, és azt gondolom, hogy ezt hogyha valaki megérti, valaki el tudja fogadni, akkor azt gondolom, hogy ezzel egyet tud érteni. Nyilván az, hogy utána én is kaptam néhány helyről ilyen szempontból támadásokat, nyilván ez mutatja azt, hogy ezzel nem mindenki tud egyet érteni, de azt gondolom, hogy mi sportolók, mi hazafiak és harcosok vagyunk, hiszen mi minden áldott nap megküzdünk az ellenfeleinkkel, de legfontosabb saját magunkkal, és azért dolgozunk, hogy a himnuszt hallhassuk. Itt mondtad ki megint azt a fontos részét, és most már mindjárt rá is repülök akkor erre a mondatra, hogy harcosok, és a modernkori gladiátoroknak is nevezik a sportolókat, a modernkor hőseinek, mert hogy kellenek azok a példaképek, akiket oda tudunk állítani a gyerekek elé, és valahogy az, hogy ti oda eljutottatok, ha megnézem a pályafutásotokat, volt egy ilyen felfelé ívelő szakasz, mindketten utána kicsit belecsapódtatok a földbe, és onnan felálltatok, és jöttetek fel újra a csúcsra, tehát talán ez a pálya is kellett ahhoz, hogy utána az emberek szemébe, vagy egy nemzet szemébe így hősökké váljatok.
Ez, szerintem ez egyértelmű, és ezt 100%-osan állíthatom, hogy kellenek a rossz élmények, a negatív élmények ahhoz, hogyha onnan az ember föl tud állni, és sikert elérni, akkor az a, mindig azt mondom, hogy az az igazi bajnok. És ugye a bajnok jelzőt azt nem tudom én mondani, hogy hívjatok bajnoknak, hanem azt ki kell érdemelni, azért meg kell dolgozni. És pontosan ezek a jelzők azok, amikért nem feltétlenül kezdünk el sportolni, vagy nem feltétlenül akarjuk megnyerni az olimpiát, de ezeket vonja maga után. Viszont amit említettél, hogy ez egy óriási felelősség. Mert innentől kezdve nem csak a közvetlen közegünk lát minket és figyel ránk, hanem tényleg egy egész ország, és azért a mai világban jó értékrendet mutatni a fiataloknak, az azért nagyon-nagyon nehéz, de a sport remélhetőleg azért még mindig azt tudja nyújtani, amit nekünk nyújtott gyerekkorunkban. Valahol azért adott, hogy egy országot képviseltek, tehát belül valamit érezni kéne, de hát ez azért nem úgy van, hogy na akkor te érezd azt, hogy egy országért küzdesz, tehát ez tényleg valahonnan jön. Igen, ugye mindig mindenki az olimpiát emeli ki, hogy az mennyi mindenkinek volt fontos, viszont nekem volt egy 2005-ös debreceni Európa-bajnokságom, amikor életem első Európa-bajnoki aranyérmét nyertem 4000 magyar előtt. Szóval az egyetlen olyan érem, amit ha meg kell említenem, akkor biztos, hogy az áll a legközelebb a szívemhez, hiszen az akkori szabályok alapján nem játszhatták le teljesen a magyar himnuszt. Viszont azt hiszem 15-20 másodperc után megállt a himnusz, és az a 4000 magyar tovább énekelte nekem. És hát most is végig ráz a hideg, szóval, hogy így akkor tudatosodik az emberben, és akkor döbbentem rá, hogy az, amit csinálok, azt nem csak magamért csinálom. Nyilván ezt akkor abban az adott 50 másodperc, 1 percben, amikor a gyakorlatom van, akkor nem szabad ezzel foglalkoznom, és hiába vagyok egyéni sportoló, tudom azt, hogy nagyon sokan segítik a munkámat, és főleg a szurkolók azok, akik miatt ott lehetünk, és azok lehetünk, akik vagyunk, hiszen nélkülük az olimpia sem lett volna olyan hangulatú, a londoni olimpiának sem lett volna ekkora utózöngéje, hogy az, amikor az emberek oda jönnek hozzánk, és nem gratulálnak, hanem köszönik az élményt, köszönik azt a 2 hetet, amit kaptak tőlünk, azért ez mindent elmond, és tényleg ilyenkor döbbenek rá, hogy valahol beírtuk a nevünket a történelembe, és az, hogy amit elértünk, az nem csak nekünk, hanem nagyon sok mindenkinek fontos volt, és talán, hogyha egy picit tudtunk változtatni az életükön jó irányba, akkor már megérte, és talán ez is az egyik legfontosabb szempontja annak, aki sportol, és aki olimpiára megy, és olimpiát nyer, hogy az, amit addig kap, abból valamit tudjon visszaadni a közösségnek. Szerintetek egyébként miért a sporton keresztül érvényesül leginkább mondjuk a nemzeti összetartozás? Tehát mi az, amit a sport és a sportolók tudnak? Hát én azt gondolom, hogy itt a Krisztián mellett erről beszélt itt korábban, hogy amikor ő ugye a London olimpiáról hazatérve egy Újpest-Faradi mérkőzésen kitették a Molinót, és ott nézték az ő versenyét, és gyakorlatilag a Fradi szurkolótábor az hangosabban, jobban őrjöngve tapsolt szinten, mint az újpestiek, és egy olyan összetartozás volt az egész stadionban, ami egyébként, hogyha nem a Krisztián versenyéről lett volna szó, és nem az olimpiáról, akkor biztos, hogy ez nem történt volna meg, hiszen tudjuk azt, hogy ugye milyen ellentét van a két tábor és a két klub között, illetve hát meg lehet említeni tényleg itt a 2016-os foci EB-t, ahol azért a magyar futballban nagyon sokan tényleg megosztóan, szkeptikusan állnak ehhez a kérdéshez, de mégis az első mérkőzés után olyan nemzeti összetartozás jött létre, vagy akár tényleg a Puskás stadionnak a megnyitóján a Nélküled című szám alatt felállt mindenki, és gyakorlatilag zokogva sírva énekelték az emberek körülöttem a dalt, hogy a sportnak van egy olyan megfoghatatlan nemzet összetartó ereje, hogy mindenki annak az egy embernek, annak az egy csapatnak szurkol, és rajtuk keresztül tudják az emberek érezni azt, hogy igen, mi magyarok vagyunk, és igen, mi is tudunk nekik szurkolni. Tehát én is a saját példámon keresztül, hogyha megnézek egy vízilabda meccset, megnézek egy nemzeti foci meccset, hát olyan társaságok, akik egyébként teljesen más gondolnak a világról, teljesen más a kulturális hátterük, a politikai véleményük a dolgokhoz, vagy akár csak teljesen különböző emberekről van szó, de mégis egy foci meccs vagy egy vízilabda meccs alatt olyan szinten jön össze az egész társaság, hogy mindenki azért az egy csapatért, versenyzőért szurkol, és ezt nagyon-nagyon nehéz szavakban megfogalmazni, és ezért kell nekünk nagyon hálásak lennünk azokért a szurkolókért, akik nekünk szurkolnak, és nagyon vigyázni arra, hogy azt a fajta
példát, amit fölépített egy sportoló maga körül, azt arra nagyon tudjon vigyázni, és azt olyan mértékben tudja visszaadni, és példát mutatni, ami azt gondolom egy sportolónak és egy olimpikonnak muszáj. Talán ezért is vagytok kicsit óvatosabbak, hogy mondjuk milyen ügyek mellé álltok ki, vagy hogyan álltok ki, mert azért ott vannak a sportolók, nálatok az lehet találni egy-egy olyan mondatot, ami akár meghatározó volt nemzetre, de hogy ti mennyire vagytok óvatosak, hogy mi mellé teszitek le a voksotokat, és hogy egyáltalán mit mertek bevállalni kijelentésbe? Szerintem nekem, ami nagyon-nagyon fontos, például akár kampányokról legyen szó, akár jótékonysági dolgokról, hogy maga a hitelesség az megmaradjon, hiszen a sport által hiteles személyek lettünk, és ezt nem szabad lerombolnunk. De nyilván magának a sportnak is nagyon sokat köszönhet, akár Magyarország, vagy mi is ugyanúgy, akár a kormánynak, vagy bárkinek, mert azért a sportélet is sokkal jobb, mint ami annó volt, hogyha pályafutásomat végignézem. Úgyhogy nagyon sok olyan karitatív, vagy kevésbé karitatív dolog van, ami mellé szerintem oda kell állnunk, és nem feltétlenül mindig akár a klubszínek, vagy bármi más befolyásol minket. Neked egyébként volt jó pár évvel, talán 10 éve, nem emlékszem pontosan, egy olyan kiállásod, amikor nem olyan volt még a helyzet, és csak úgy a saját finom modorodba úgy célzásokat tettél arra, hogy ez a tornasport, ez most még nem olyan megbecsülésnek örvend, és még egy új lovat se kapsz sehonnan. Viszont akkor már egy olyan neved volt a sportban, hogy neked egyedül elég volt kiállnod és mondanod 3 mondatot, hogy egy egész sportágat magaddal vigyél. Igen. Hát nyilván zászlóvívőként azért nagyon sok olyan feladatunk van és dolgunk, amit így a hétköznapi emberek el se tudnak képzelni. Szóval tényleg volt olyan, hogy a 2009-es londoni világbajnokságon ezüstérmes lettem, és a döntő előtt, hogy arról volt már szó, amiről én nyilván a döntő után tudtam meg, hogy el akarják venni tőlünk a tornacsarnokot, és hogyha én nem vagyok érmes, akkor elveszik a tornacsarnokot tőlünk. Szóval azért elég sok kemény helyzettel kellett így tudat alatt megküzdeni, de tényleg volt ilyen, és az pont a londoni kvalifikációs VB előtt volt, hogy ugye Tokióban volt a kvalifikációm, egy japán szerre volt szükségem, a szövetséganyagi helyzete nem volt olyan, már szponzorok jelentkeztek, hogy akár repülővel idehozatják, vagy bármi, mert ugye elég drága volt, mert 2,5 millió forintba került ez a tornaszer. De hát nyilván ugye ilyenkor sajnos nekünk is kell a sajtó, és hogyha a sajtónál megszólalunk, akkor azért nagyon sokan fölkapják a fejüket, és igazából a Magyar Olimpiai Bizottság volt az, aki megvette a szert, és ezzel segített a felkészülésemet, és hozzájuttatott ahhoz, hogy ott lehessek Londonban. Daninak ugye már említettük a 15 millió magyar, de most azért néztem a Puskás Aréna után a Facebook posztodat. Belekötöttek azért pára, hiszen leírtad ott, hogy neked a nélküled igenis sokat jelentett, hiszen ismered Nyerges Attilát is, egy közegből jöttetek. Ezt bevállaltad megint. Én önmagam vagyok, tehát hogy én nem tudok és nem is szeretnék mindenkinek megfelelni, hiszen mindenkinek nem is lehet. Én azt gondolom, hogy az, hogy én vagyok valamilyen, azon én nem tudok, és megmondom, hogy nem is szeretnék változtatni. Nekem az a fontos, hogy a családom, a szeretteim és én olyan legyek, amilyen vagyok aztán, hogyha ez nem mindenkinek tetszik, azzal úgyse tudok mit kezdeni, hiszen, hogy már korábban mondtam, úgyse lehet mindenkinek olyan, hogy akkor mindenkinek szimpatikus leszek. Ettől függetlenül ez vagyok én, és ezt képviseltem gyerekkoromban is, ezt a neveltetést kaptam otthonról. Úgy nőttem föl, hogy a nagypapám, az apukám, a szüleim, mindenki a hazaszeretetről és a hazánkról mesélt dolgokat. Tehát azért egy ilyen neveltetésben nyilvánvalóan az ember valamivé válik, és soha nem rejtettem végig alá, hogy én egy konzervatív, családcentrikus neveltetést kaptam a szüleimtől, nagyszüleimtől, és számomra nem ciki az, hogy ezt felvállalom, és ha családom, és amikor családom lesz, és amikor gyerekeim lesznek, akkor ezt a fajta gondolkodást fogom továbbadni. Így a vége felé már csak annyi kérdésem van, hogy nagyon elment talán ez a világ a celeb, influencer, sztár irányba. Szerintetek hogyan tudnak megmaradni a hősök, az igazi hősök?
Szerencsére azt gondolom, hogy a sport és a sportoló között meg lehet találni azt a fajta réteget, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi, és ezt a részét kell minél jobban erősítenünk. Azt szerintem mindenki látja, hogy valóban így a social médiában van egy elég erőteljes hatás, ami gyakorlatilag nem is rejti véka alá, hogy amit láttunk otthon a nagyszüleinktől, az nem jó, az valami káros dolog, és valami új, modern dolgot kell képviselni a fiataloknak. Én ezzel nem minden esetben tudok egyetérteni, ezért is próbálom amennyire csak lehet azt képviselni, amilyen én vagyok, hiszen én ebben hiszek, és ezt látom így a jövőben is jónak. Te mit adsz tovább a kislányodnak, Krisztián? Hát nagyon remélem, hogy elsősorban azt a szeretetet, amit én kaptam a szüleimtől, és azokat a gyerekkori élményeket, amiket kaptam, akár a sporttól, akár a családomtól, azokat tovább tudom adni majd neki. Nem feltétlenül akarok belőle élsportolót, de nagyon szeretném, hogy sportközegben nőjön föl, hiszen ahogy elmondtuk az elmúlt fél órában, hogy maga a sportolói közösség. Én nem azért akartam, hogy a gyerekem sportoljon, hogy olimpiai bajnok legyen minden áron, hanem egy olyan közösség van, egy olyan értékrenddel, jól értékrendbe tartozó közösségben nőjön föl, ami ténylegesen így a social médiának köszönhetően egy picit háttérbe szorulhat, de amíg sport van, amíg sportolók vannak, és amíg vannak példaképek, addig lehet bármilyen social média, az igazi értéket szerintem ők fogják képviselni. Szép végszó volt, köszönöm szépen. Köszönöm.